Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. My City. Poliuminós, azaz Tetris elemek lerakásából álló városépítős Knizia játék 2020-ból. A játék kezdetén mindenki azonos épületszettel kezd, majd az ezeket az elemeket tartalmazó kártyákat egymás után felfedjük a központi kártyapakliból. Az aktuálisan felfedett elemet úgy kell lehelyeznünk egy négyzetrácsos területre, korábban már lerakott elemeink mellé, hogy minél több üres mezőt és követ lefedjünk vele, de a fákat épségben hagyjuk. A szimultán játéknak és az alacsony elemszámnak köszönhetően villámgyors, 2-4 főig játszható játékról van szó, mely már 8 éves kortól ajánlható családoknak is. A dobozt kibontva a két játékmód közül választhatunk, az örökjáték egy bármikor önállóan játszható játékmód, az örökségjáték pedig egy 24 játszmából álló, egymásra épülő kampányjáték. A kampány 8 fejezetet, azaz 8 borítékot tartalmaz, mind apró módosításokat vezetve be az addig megismert szabályokba. Ezek a módosítások többnyire matricákban fognak megjelenni, így saját játéktáblánk is folyamatos változásban lesz, újabb és újabb kihívásokat ígérve. A csendes tervezgetés kellemes, relaxáló élményt nyújt, a lemaradókra is figyel a játék, de a grafikai megjelenése nem a legszebb, az absztrakt játékmenetet pedig nem sikerült jól elfedni, mivel a játék során megjelenő történet nem elég kielégítő, így a kampányjáték a végére már tompábbá válhat. Ennek ellenére élvezetes, az örökségjátékok közül abszolút kiemelkedő társasjáték a BGG-n 753. helyezett My City. Értékelésem, különleges játék, ajánlom.